Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Négyféle szilárd anyagot kell azonosítanunk. Az egyik a parafin, a másik az a nátrium stearát, borkősav és a porcukor. Ezeket a szilárd anyagokat két kémcsőbe raktam bele. A kísérlet első felében először megpróbáljuk ezeket az anyagokat oldani. Az anyagokat pozitív próbával kell kimutatni, nem csak kizárásos alapon. Nézzük meg, hogy az első kémcsőben lévő anyagunk hogyan oldódik vízben. Visszatesztjük, mert elsőre úgy tűnik, hogy nem oldódik. Nézzük meg a második kémcsőben lévő anyagunk, hogyan oldódik vízben. Ez az anyag oldódik, és közben habzást is tapasztalhatunk, tehát nagy valószínűséggel ez lesz a nátrium stearát, azaz a szappan. Nézzük meg, hogy a harmadik kémcsőben lévő anyagunk hogyan változik meg, ez is oldódik vízben. És a negyedik kémcsőben lévő anyagunk is oldódik. A vízben való oldással, pozitív próbával ki tudtuk mutatni, hogy a második kémcsőben lévő habzóanyag lesz a szappan. Az első kémcső tartalma további rázogatás után sem oldódik. Ezért próbáljuk meg ezt az anyagot melegíteni. Valószínűleg parafénnal van dolgunk, hiszen a parafén ez vízben rosszul oldódik, mivel kizárásos alapon nem dönthetünk erről, ezért megnézzük, hogy hő hatására hogyan változik meg. És azt tapasztaljuk, hogy már is folyósodik ez a gyertya, vagy parafén, ez könnyen elfolyósodik. Tehát pozitív próbával kimutattuk, hogy a másodikban, ami vízben rosszul oldódik, viszont hő hatására könnyen elfolyósodik, volt a parafin. Maradt még két kémcsövünk. Ezekben jól oldódott, vagy ezek jól oldódtak vízben. Nézzük meg akkor, ezeket hogyan lehetne egy pozitív próbával kimutatni. Tegyünk a kémcső tartalmához egy kevéske nátriumhidrogénkarbonátot, azaz szódabikarbonát négy-két kémcső tartalmához, és figyeljük meg a változásokat. Egyik esetben erős gázfejlődést tapasztalunk, ami azt jelenti, hogy ebben olyan anyag van, ami fel tudja szabadítani a szénsavat a súlyából. Tehát ez lesz a borkősav. A borkősav, ez egy ilyen sav. Nézzük meg, hogy a másik, tehát megint sikerült egy pozitív próbát bemutatnunk, hogy a másik oldatban, hogyha teszünk nátrium-hidrogén-karbonátot, szódabikarbonát, ugyanez lesz a tapasztalat. Látjuk, hogy nem. Tehát a feladatunk az, hogy most készítsünk egy pozitív próbát, mert tudjuk, hogy porcukorról van szó, mert kizárásos alapon csak az lehet, de nézzük meg, hogy hogyan viselkedik ennek a kémcsőnek a tartalma, hogyha melegítjük.
A porcukrot melegítő tapasztalatból tudjuk, hogy karamellizálódik, és ha még tovább melegítjük, akkor pedig elszenesedik. Nézzük, hogy látjuk ezt a tapasztalatot. Már ott a kémcső falán lehet látni a barna szín megjelenését. És lehet érezni is már a karamell illatát, és ha még tovább tesszük be, akkor ez az anyag teljesen elszenesedik. Tehát ebben a kémcsőben porcukor volt. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!